újra a csatornámon. A mai videó egy igazi, csajos, klasszikus YouTube videó lesz. Kozmetikumokat fogok megmutatni. Szeretitek az ilyen típusú haul videókat, könnyű elkészíteni, és megint van egy rakat termék itt előttem, amikről nem beszéltem még nektek. Szívesen megosztanám veletek a tapasztalataimat ezekkel kapcsolatban. Sminktermék nem szerepel a mai videóban, aminek az a fő oka, hogy nem vásároltam semmilyen sminkterméket legalább egy hónapja. Durva. És mivel eléggé allergiás vagyok most már hetek óta, kicsit be van puffadva az egész fejem, nézzétek ezt el nekem, de remélem, hogy ez nem lesz hatással a mai videóra, úgyhogy ha érdekel a tématiteket, vagy téged, akkor tarts velem! Van itt előttem tusfürdő, sampon, hajpakolás, hajlak, testápoló 1-2, fényvédő, arclemosó, két szérum, arcborotva, de menjünk sorba. Talán a legkevésbé izgalmassal kezdem, ami nem más, mint egy tusfürdő, Nature Box Shower Gel, mégpedig... Hogy hívják ezt? A gránátalmás tusfürdő. Eredetileg nem ezt akartam megvásárolni a DM-ben, hanem egy Kneipp márkájú tusfürdőre vadászok elég régóta, és sehol nem találom, szerintem csak online lehet beszerezni, mintám volt belőle, és imádtam az illatát. Mandula virág illatú, igen, azt hiszem, Kneipp tusfürdő, szóval, hogyha tudjátok, hogy hol lehet ezt beszerezni, akkor léci írjátok meg nekem. De mivel azt nem kaptam a DM-ben, ezért beszereztem ezt a gránátalmás illatú tusit, ami elsőre kicsit ilyen vizes állagúnak tűnt, és féltem attól, hogy nem lesz eléggé habos, mert én azokat szeretem, ami ilyen krémes és habos, és ez egyáltalán nem olyannak tűnt, de aztán, mikor használtam, végeredményben abszolút elégedett voltam vele, kellően felhabzott, nagyon tetszik az illata, és ugye azért is nagyon népszerűek ezek a Nature Box-os termékek, mert az összetevők több mint 90%-a ugye természetes forrásból származik, ilyen hidegen sajtolt olajat tartalmaz, 25%-ban újrahasznosított doboz, vagy műanyagból készül, vagy igen, műanyag, és nem tartalmaz mesterséges színezéket. Igen, ez van ráírva, működik. Nem mondom, hogy a kedvenc tusfürdőm, de tetszik az illata, és el fogom használni. Szerintem újra venni nem fogom, de lehet, hogy kipróbálok egy másik Nature Box-os tusit majd. Ő volt az első. A második legyen egy sampon, ugye nekem ilyen melírozott, szűkített hajam van, és hát hajlamos a sárgulásra, itt felül látjátok, és egy kicsit sárgásabb, mint alul, és ezért beszereztem az Elszebbnek ezt a hamosító samponját, ami sárga és rezes hatás ellen küzd. Ez egy ilyen tipikus hamosító sampon, tehát ez a lilás színű sampon. A használat alapján pár percig rajta kell hagyni, és ugye klasszikus samponként kell vizes hajra felvinni, de én nem szoktam percekig rajta hagyni, csak hát szerintem egy ilyen maximum egy percig szoktam rajta hagyni. Eléggé szárít ez a fő oka egyébként, de ha utána olvastok krémen, ilyen ott is többen panaszkodtak rá, hogy szárítja a hajukat nagyon. Én kb. Hetente egyszer használom, de egyébként ez is van ráírva, hogy heti egy használatot javasolnak, és alapvetően működik, tehát nekem nem fogja be a hajamat, tehát lila nem lesz tőle a hajam. Egy picit kiüti ezt a sárgás színt a hajamból, és hogyha nem hagyod fenn túl sokáig, akkor nem is fogja szállítani a hajadat. Illetve én ugye mindig használok hajpakolást minden hajmosásnál, és akkor tovább is megyek a hajpakolásra. Ami szintén újdonság, ez a Gliss-Kurnak, nagyon szeretem a Gliss-Kur hajpakolásokat. Általában a lila színűt szoktam megvásárolni, aminek nem tudom, hogy mi a neve. De most Sophie-val voltam vásárolni, és ő azt szerette volna, ha ezt a szép pinket vesszük meg, ami egyébként töredezett hajvégekre, hosszú, sérülékeny hajra lett kifejlesztve. Na most nekem hosszú, sérülékeny hajam van, és töredezett hajvégem, úgyhogy adta magát a dolog, és hallgattam Sophie-ra, szeretem a hajpakolást, szerintem körülbelül ugyanazt tudja, mint a lila. Nagyon kellemes illata van, szerintem jobb illata van, mint a lilának, mert picit van benne egy ilyen gyümölcsösebb vonulat, nem csak ez a szimpa édes kis illat, és könnyű használni, minden hajmosás után felviszem,
hát nem az egész hajamra, de mondjuk így kb. Innentől lefele a hajvégekre, és, vagy a hajam nagyjára, a coffomra, és addig, amíg rajta van hajamon, addig ugye megmosom magam, megmosom az arcom, esetleg arcra dírozok egyet, ilyesmi, utána lemosom, tehát egy ilyen pár percig van fenn a hajamon, minden hajmosásnál. Olcsó, könnyen beszerezhető, és nekem szépen bepújtja a hajamat, úgyhogy én ezt szeretem, és lehet, hogy újra fogom vásárolni. A következő termék az egy testápoló, ami már kifogyóban van, most már ez itt van az asztalomon, tehát most már nem is tudom még kinyomkodni belőle, hanem kiszoktam így pötyögtetni a kezemre. Ez a Heliadénnek ez a száraz bőrre való krémes testápolója, hidratáló testápolója, napraforgósszá kivonattal és avokádó olajjal. Én nem szeretem az avokádó olajos termékeket, mert nem szeretem az illatát. És kicsit féltem is ettől, de már ott Auchanban vásároltam egyébként, mostanában ott vásárolok kozmetikumokat, és már ott a boltban is beleszagláztam egy kicsit, és megtetszett az illata, mert inkább napraforgó szár illata van, bár nem tudom milyen a napraforgó szár illat, de ilyen virágos illata van, nekem tetszik. Sőt, nagyon tetszik, igazából ezt is elmondhatom. És én nagyon szeretem az olyan testápolókat, amiknek ilyen pumpás az adagolója, mert könnyebb használni. Viszonylag gyorsan beszívódik. Talán egy fokkal lassabban, mint mondjuk nekem sokáig volt, és sokáig használtam a Nivának. Vannak ezek a cseresznyevirág, meg kókuszos, meg nem tudom milyen, van még három vagy négy fajta van ilyen adagolós testápolója, ilyen olajokat tartalmazó testápolója. Aztán egy nagyon pici gyorsabban beszívódik, de ezzel sincs baj. Szeretem, szépen hidratál, nem drága, könnyen beszerezhető, és tetszik az illata, úgyhogy ez abszolút like. És akkor jön egy másik testápoló, ami egy Nivea. Most legutóbb nem Auchanban vásároltam testápolót, hanem DM-ben, ott, ahol egyébként a tusit is vettem. És ez egy új néve testápoló, megláttam, gondoltam, próbáljuk ki. Az illata kellemes, de nekem a Heliadés egyébként jobban tetszik. Ez kevésbé édes kis, ez kicsit inkább ilyen frissebb illat. Még nem használtam, csak kipróbáltam, de alapvetően elégedett voltam vele, tehát ezzel sem volt baj olyan szempontból, hogy ragacsos érzetet hagy, vagy nehéz felvinni, mert mondjuk túl sűrű, vagy bármi ilyesmi. Tehát egy könnyen eldolgozható, vagy könnyen felvihető, viszonylag gyorsan beszívódó testápolóról van szó. Mit ígér egyébként, és ezt az előzőnél nem is mondtam el. Intenzíven hidratálja a bőrt, 48 órán át, egyszer vehetően puha bőr, és fokozatosan kialakuló egységes, ragyogó bőr. Hát én nem várom, hogy mondjuk a pigment foltjaimat eltüntesse ez a testápolót, ki se tegyetek így, de szerintem el fogom használni, bár mondom, ennek jobb az illata. Most közben visszatérek erre, hogy ez mit ígér. Hidratálásra és ápolásra kifejlesztett testápoló, növényi hatóanyag, avokádóolaj, se a vajat is tartalmaz egyébként, és blabla, E-vitamin, gyorsan beszívódik, stb. Körülbelül ezeket vártam, és ezeket adja is, teljesíti. Jó, menjünk tovább. Akkor legyen még egy hajlak. Hajlak. Ha hajlak, akkor Cyrus, mindig azt vásárolunk, és szeretünk újakat kipróbálni. Erre most azért esett a választásunk, mert hogy egyébként szerintem együtt vásároltuk Gergővel, mert ő is használ hajlakot, mert az van ráírva, hogy Cyrus Finest Spray. Rugalmas tartást ígér, 4-es erősségű, 48 órás tartást ír még itt a flakonon, és Natural Hair Feeling, tehát ilyen természetes hatást szintén ezt ígéri a termék. Tényleg nem hagy ragacsos érzetet, és ad tartást. Igen, most itt a hátra fújtam, mert nekem van egy csomó forgó, és hát egy picit érzem a hajlakot, de nem lett ragacsosat. Biztos, hogy nagyon picit kemény kés, de sokat fújtam. Szóval ide előre is fújtam, és éppen egyáltalán nem érzem. Ez is könnyen beszerezhető, ez is viszonylag olcsó, és nekem nem tetszik az illata. Nem nagyon büdös, de azért szerintem vannak ennél jobb illatú hajlakok is, de igazából emiatt nem vondok le pontot tőle. El fogjuk használni, hogy újra vásároljuk-e? Lehet.
Lehet, mert egyébként az illatától vagy a szagától eltekintve szerintem tök jó hajlak. Jó, a következő termék egy... Mi ez? A következő termék egy fényvédő, mégpedig egy Vichy Ideal Soleil, nem tudom, hogy jól ejtem-e, fényvédő, 50-es SPF-el, tehát 50-es faktorszámú. Ugye a csapból is ez folyik most már, hogy ha arcápolás, akkor az első és egyik legfontosabb a hidratáltságon kívül, vagy a hidratáláson kívül, az az, hogy használj fényvédőt, mert a ráncok és a bőr öregedés egyik legnagyobb kiváltója az a napsugárzás, és hogy okozója, tehát az a legkárosabb a bőr számára, és hogy használjunk fényvédőt. Én eddig nem nagyon használtam fényvédőt, bár hozzáteszem, én majdnem mindig használok alapozót, vagy BB krémet, és abból olyat használok, amiben van fényvédő. Tehát nekem alapvetően nincs gondom az arcbőröm minőségével, így hogy 37 éves vagyok, és egyébként nem nagyon vagyok ráncos, hál' Istennek. Ettől függetlenül úgy döntöttem, hogy idén nyáron beszerzek egy fényvédőt, és nagyon szeretem. És ezt úgy mondom, hogy általában nehéz úgy fényvédőt találni, hogy az nem hagy ragacsos érzetet a bőrön, és ugye sokan panaszkodnak, hogy az egyes fényvédőtől pattanásosak lesznek, olajos lesz a bőrük tőle, átfénylik az alapozójuk sokkal hamarabb, vagy egyszerűen csak a bőrük kifénylik tőle, olajos lesz tőle, ragacsos lesz tőle, stb. Na most ez a fényvédő, ez pont azt ígéri, hogy mattít, és mindemellett ugye védi a bőrödet a napsugárzás káros hatásaitól. Én nagyon szeretem, Gergő is használja most már, és nagyon tudom ajánlani, ugye ilyen fehéres színe van, mert látjátok, milyen szépen, szépen használjuk. Fehéres színe van, nagyon kevés elég belőle. Van egy kis illata, de inkább tényleg csak ilyen naptej illata van, nem erős, és tök jól matra szárad a bőrödön. Primerekkel néha kukacosodik, vagy ez vagy a primer. Tehát azzal vigyázni kell, de talán pont azért, mert egy ilyen púderes réteget hagy a bőrön. De smink alá tökéletesen használható, illetve önmagában is, úgyhogy ezt én nagyon szeretem és nagyon ajánlom. Vichy Ideal Soleil 50-es matra száradó, vagy Mattifying Face Fluid Dry Touch. Jól van szó. Pörgessük fel, mert megy az idő. A következő termékek először is Makeup Revolution, pontosabban ez a Revolution Skincare London Niacinamid és Cink Szérum. Én most már szerintem egy ilyen éve, másfél, lehet, hogy kettő éve is használok Niacinamid Cink Szérumot, amit leginkább pattanásos, problémás bőrre ajánlanak, illetve tágpórusok összehúzására jó nagyon a niacinamid. Én nem vagyok bőrgyógyász, és nem akarok okoskodni, de amióta én használok niacinamid és cink szérumot, korábban a The Ordinary-nek ugyanilyen szérumot használtam, azóta nekem körülbelül rendben van a bőröm, tehát nyilván jönnek ki rajta, amit eszerek így is, napi szinten, de nem annyi, nem olyan nagyok, nem gyulladnak be, szóval sokkal szebb a bőröm összességében, amikor ezt a szérumot használom. Amit mondtam, korábban a The Ordinary márkától használtam a niacinamid cink szérumot, most csak azért nem azt rendeltem, mert a Notino-ról rendeltem termékeket, és ott meg csak ez a Revolution Skincare London márka elérhető, és körülbelül ugyanazt tudja, de egyébként rá is felírva, hogy Blemish and Pore Refining Serum, tehát pattanások kezelésére és pórus összehúzásra, vagy szűkítésre alkalmas szérumról beszélünk. Nekem bevált, működik, de szerintem a The Ordinary egy fokkal jobb volt, amikor azt használtam, de nem biztos, és ezt azért mondom, hogy nem tudom pontosan, mert mi ugye elköltöztünk, és amikor én Pesten éltem a belvárosban, nem tudom, hogy miért, de ott sokkal szebb volt a bőröm, mint itt vidéken, mi ugye most Halásztelken élünk, egy kertesházas övezetben, itt kevesebb a smog, elvileg jobb a levegő, és nekem így is, mikor ide költöztünk, hát heteken, de talán hónapokon át küzdöttem a bőrömmel, mert borzasztó volt. És sokat javított rajta ez a szérum, de mondom, Pesten szebb volt a bőröm, és ott az Ordinary-t használtam, szóval nem tudom, hogy a termék miatt, vagy egyszerűen csak ugye más a víz, más a levegő, ugye nagyon sok minden számít.
Minden esetre bevált ez is, szeretem. Legközelebb visszatérek majd szerintem, ha rendelek a The Ordinary-re, és akkor meglátom, hogy a két termék közti különbség okozta, vagy okozza nálam, hogy ott jobb volt a bőröm, mikor azt használtam, vagy egyszerűen csak itt a víz, a levegő más is amiatt. Ennyit erről. Ja, és olcsó és könnyen beszerezhető, mondom, a Notino-ról tudtok ilyet rendelni. Akkor jön három termék, amit tesztelésre kaptam a Good Molecules márkától, nem tudom, hogy jól ejtem-e. Van egy arcnemosunk, van egy ilyen Rose Hip Seed Oil, és van nekünk egy Discoloration Correcting Serum, tehát ilyen hiperpigmentációra, különböző bőrhibák kezelésére alkalmas szérum. Menjünk sorba. Az arcnemosót azt nem olyan régen kaptam, tehát igazából még nem nagyon volt időm tesztelgetni. Nincs illata, tehát illatmentes, de egyébként ez kb. Jellemző minden ilyen márkájú termékre, hogy illatmentesek. Jó kis felhabzó arcnemosó tusolás közben szoktam használni. Sminkeltávolításra nem ezt használom, bár állítólag a sminket is leszedi. A leírás szerint napi használatra javasolt. Antioxidánsban gazdag rózsavizet tartalmaz, pH-semleges és mindenféle bőrtípusra használható. Megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől, olajtól, sminktől, stb. És nem bántja a természetes pH-ját a bőrnek. Én szeretem, el fogom használni, és egyébként nem egy drága dolog, körülbelül 22 dollár ez a 120 milli, tehát nem megfizethetetlen. Jó, a következő termék akkor ez a Discoloration Correcting Serum. Ezt főleg nyárra szokták ajánlani, de ez kifejezetten ilyen hiperpigmentációra hajlamos bőrűeknek javasolják. Olyan savakat tartalmaz, és most itt nem fogom felsorolni az összetevőket, ami kifejezetten ez ellen küzdenek. Egyébként ebben is van niacinamid, ami ugye pórus finomító tulajdonsággal bír. És egy ilyen könnyed szérumról van szó egyébként. Van egy ilyen fura, kicsit ilyen takonyszerű állaga, nincs illata, nem hagy rakocsos érzetet. És én nem tapasztaltam semmilyen változást a használatával, de nekem nem foltos úgy a bőröm, és nem is használtam annyit. Ellenben direkt utána olvastam, hogy nektek tudjak egy picit mások tapasztalatairól beszámolni, és nagyon sokan szeretik, de azt olvastam több helyen is, hogy egy ilyen minimum 2 hónapnyi intenzív használat után egyértelműen kifejti a hatását, és egységesíti a bőrfelszínt, és megszünteti az ilyen bőr elszíneződéseket, meg hibákat, vagy legalábbis segít ezeknek a gyógyulásában, és a bőrfelszínt egységesíti jobban. Oké, szóval őt ajánlom azoknak, akik eddig nem találtak megfelelő készítményt erre, hogy próbálják ki, mert egyébként ez sem drága, és hát viszonylag könnyen beszerezhető, a beautylish.com-ról tudjátok megrendelni. Oké, és akkor innen az utolsó termék ettől a márkától, ez a Rose Hip Seed Oil, ami csipkebogyó mag olajat tartalmaz, és azt hiszem, hogy chiliből szerzik be a legfőbb összetevőt hozzá. Erről is sokat olvastam egyébként. Én nem szeretem az arcolajokat, mert nekem mindig is zsírosodásra hajlamos bőröm volt, és tudom, azt mondják, hogy pont az ilyen zsírosodásra hajlamos bőrűeknek ajánlják az olajokat, mert ez segít visszaállítani a bőrnek a hidratáltságát, és akkor kevésbé fog olajosodni, vagy nem is tudom, tehát hogy én nem vagyok bőrgyógyász, ezt már elmondtam, de ettől függetlenül én nem szeretem. Ritkán szoktam használni, és akkor is csak este, tehát napközben, amikor sminkelek, akkor sosem alá, mert ugye félnek, hogy átfénylik. De alapvetően, amikor használom, akkor azt szoktam észrevenni, hogy reggelre úgy puhítja be a bőröm, és úgy teszi hidratálta a bőröm, hogy nem az van, hogy reggelre fénylik a bőröm az olajtól, hanem itt tök szépen beszívja a bőröm ezt az olajat. Úgyhogy szerintem rendszeressé fogom tenni ennek a használatát estére. Mert én azt tettem vissza, hogy jól hidratál, egyébként még A-vitamint tartalmaz, ami segít a bőr rugalmasságának visszaállításában, de ha komolyabban érdekel az összetevő listája, akkor utána tudtok olvasni a beautylish.com oldalon, vagy bárhol egyébként, hogyha beírjátok a nevét. Oké,
utolsó előtti termék az arc borotva, amit igazából szemöldök formázásra javasolnak, egyébként Wilkinson márkájú, és hát facial shaving, tehát arcborotválásra, de ugye leginkább nőknek. Na, én szoktam használni ilyen borotvát, de korábban egy másik fajtát használtam, amit egyébként a Wish-ről rendeltem, egy ilyen elemmel működőt használtam a bajszomra. Másokban nem nagyon szoktam, de most ezt ki akartam próbálni, és kipróbáltam például ezen a területen felfele, hogy itt ezeket a szöszöket leszedjem. Na, a tapasztalatom az az, hogy hát nagyon szépen leborotváltam el az arcomat, tehát mindenféle szöztől, szörtől, mindentől megszabadultam nagyon könnyedén, de utána úgy kipattogtam, és olyan miteszeres lettem ezeken a részeken, hogy hát nagyon haragudtam magamra. Na most persze lehet, hogy én rontottam el, mert mit tudom én, le kellett volna kezelnem utána alkohollal, vagy fogalom sincs, mit kellett volna máshogy csinálnom, tiszta bőrfelületen használtam, tehát hogy nem sminkelt arcomat borotváltam, de nekem utána nagyon miteszeres lett ott, ahogy nőttek a pihék vissza, tele lettem itt ilyen kis pici miteszerekkel ezen a részen. Úgyhogy nem tudom, majd utána olvasok, hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Egyébként ugye így néz ki ez a kis eszköz, könnyű használni és jó éles, mondhatnám borotva éles. Egy próbát megért, csak olvassatok utána, hogy ezt hogy érdemes használni, mondom, én is így fogok tenni. 3 darabot tartalmaz, és nem volt egy nagy összeg, de most nem tudom pontosan, hogy mennyibe került. Notino.hu-ról tudtok rendelni. Ennyi terméket szerettem volna nektek megmutatni ma. Remélem, hogy tetszett a videó. Remélem, hogy tudtam hasznos tippet, tanácsot adni bármelyik termékkel kapcsolatban. Ha igen, akkor kommenteljetek, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, megtaláljátok a szokásos social media platformokon, és nem sokára, és még jelentkezem. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!